Sziasztok srácok, és üdvözlök mindenkit a mai Pixel Painters videóban, ahol ismét nekivágok, belevágok a küzdelembe, és megpróbálok egy szuper rajzot megnyerni, vagy hát rajzversenyt megnyerni, többet is. És remélhetőleg annyira jól fogok teljesíteni, mint legutóbb. Most egy ember van itt? Hát mi ez? Hát ha mennyit kell várnom? És miért nem dobott be a többiekhez? Wuhú, már ketten vagyunk! Na hát ez fantasztikus, ketten vagyunk Krisz 960-114-jel. Úristen, hirtelen 16-an lettünk. Hát mi történt itt, kérem szépen? Na jó, gyorsan bekészítem a telefonomat. Ajajaj, a biztonságkedvé érkeződik! Zombi. Oké, akkor valamilyen jó kis zombit fogok rajzolni, de ahhoz szokásosan, na sikerült beírnom rosszul, használom a Google képkereső segítségét. Jó, zombi cartoon mondjuk esetleg, és akkor azt talán valamilyen ötletet ad. Hát végül is, amúgy ez nem egy rossz ötlet. Először is gyorsan rámegyünk a feketére, és húzunk egy ilyen fejet. Itt lesz a kis zombi fejecskéje. Így. És húzunk neki egy ilyen kis testecskét. Meg ujjakat, mondjuk két ujjú zombi lesz. Ez amúgy egész tetszik. Ezen az oldalon is lesz egy ilyen furcsa keze ujja. És húzunk neki egy póló részt. Oké, és egy ilyen testecskét, és egy nagy rágot. Aha. Ez amúgy nem is rossz. És valamilyen cipő még kéne. És akkor mehet a kitöltés, ez mondjuk legyen ilyen kék. A felső, ujjaj, azt nem csináltam meg, itt lesz a póló vége, az legyen mondjuk majd barna. Ujjaj, vissza! Barnával kitöltjük, mondom barna. Jaj, ez nem jó, még egyszer vissza, és most barna, szuper. A cipője az majd fekete, és a teste pedig ilyen fura zöld színű. Oké, rajzolunk neki, bocsánat, szemet. Aha, nem jó, vissza. Nagy sárga szeme lesz. Jaj, ne menj el kép. Egy haja legyen. Nem jó, két percünk van. Itt is legyen egy szeme. Töltsük be ilyen fura sárga színnel. Oké, és egy feketét rajzolunk pupillának. Oké. Ez eddig egész jó, és akkor két orrot, és egy ilyen szájat, egy ilyen ívet, és legyen két foga, ilyen fekete, meg sárga. Na várjátok, ezt megpróbálom szépen megrajzolni. Ez eddig nagyon királyul néz ki. Jó. És kéne még egy ilyen szakadás bele. Úgy szuper, és akkor ez a zöld, meg ugye maga a test, ami kilátszik a szakadásból. És hát lehetne mondjuk fehér a háttér, nem? Vagy valami. Hát mondjuk ez pont nem fehér, de ez is jól néz ki. Cipőjét megcsináljuk feketével. Úgy. És ez nagyon menő néz ki. Még esetleg lehetne itt egy ilyen kontúrt csinálni. Mondjuk ezen a részen. Hát... Ja, ez így nem rossz. És akkor itt meg ilyen sötétebb zöld foltokat. Ez nagyon állat amúgy. Azt, ez nagyon jó lett. Oh, királyság! Isten, ez az a zöld, ami ilyen kontúrt adhat? Aha. Ez nagyon jó lett. Még esetleg itt. Ez nagyon király lett. Oszta, gyerekek, én erre nagyon büszke vagyok. Remélem, hogy tetszik a többieknek is, de nekem ez kifejezetten tetszik. Wow! Azt, ez nagyon király lett. Krisz volt az első, nem, aki becsatlakozott. Nekem a Kriszé az nagyon tetszik. Ha, Jézusom! Az anyukád a zombi, your mom! Jézus! Na, erre kíváncsi vagyok, hogy tetszik-e nekik az enyém. Tetszik eddig? Ó, király! Habár nem maradtam teljes siker, de tetszik nekik. Hát itt a legalsó az, ami kinéz szerintem a legjobban. Aha, húha!
Hát szerintem most a baloldali fog nyerni. És nem, eddig én állok vezetése, pedig a baloldali is nagyon jó lett. Jaj, nem merek szavazni. Remélem az enyém kerül tovább. Remélem, hogy az enyém került tovább, bár nem tudom, meg kéne nézni, nem? Ajda von. Oké, szuper. Jaj, de izgalmas. Na itt vajon melyik? Köszönöm! Úristen, hát ez nagyon király eddig. Hát is szerintem ez a legjobb rajzom. Köszönöm szépen! Yes! Szamuráj. Ez kifejezetten nehéz, de hát nem baj, keresek egy cartoon szamurájt aztán. Szamuráj! Cartoon! Na jó, az arányokra kell figyelnem, mert ezt mindig el szoktam rontani. Na hát ez már rossz. Egy kicsit íve, de inkább befele. Oké, és akkor most így. Szuper, kicsit lejjebb. És akkor ezt így befejezzük. Oké, itt lesz az arc. Oké, és egy száj. Az igen. Hú, ez nehezebb, mint gondoltam. Jó. Itt egy ilyet húzunk. És akkor a felső teste az ilyen, ez a válla-szerű valami, ami rajta van. Itt lesz a kabátja, vagy mi ez, és akkor itt meg a, mit tudom én milyen, a ruhának a többi része. Na jó, inkább legyen a beszínezés. Ez jó, oké. Nagyszerű. Most jön ez a rész. Szuper csodálatos. És most vissza a feketébe, és még húzunk bele ilyeneket. Jó, akkor ez legyen sötét szürke, ugye ez lesz az öve. És mondjuk legyen ilyen sötét fekete öv. Ezt is megcsinálhatjuk. Ó, azt a nyakát még ott be kéne szírezni. Jó, nagyszerű, és ez meg világos szürkével, mondjuk itt. Jó, ezt egy kicsit sötétebb szürkével. És hát ezt megint ilyen sötéttel kell megcsinálni. 20 másodpercünk van, jó. Kék lesz a háttér. Nagyszerű, oda is. Oké, és akkor egy fekete kardot még itt gyorsan rajzolunk. 10 másodperc. Oké, meg kell csinálni. Hát ez a kard, ez nem lett a legjobb. Nagyon-nagyon-nagyon bonyolult volt, de legalább megcsináltam. Na, hogy haladok? Uha, a bal oldali is nagyon menő, de eddig az enyém. Eddig az enyém! Ó, de jó! Hú, de ennél csak jobbak lesznek. Mindegy, én a bal oldalira szavazok, megnézzük azt, hogy áll. Oké. Hát a jobb oldali áll a legközelebb. Na jó, hát én leégek. Mondjuk... Igen. Hú, nem is tudom, hogy a bal vagy a jobb oldali. Legyen a jobb oldali. Vagy inkább... Jaj, nem tudok már rámenni! Tök mindegy. Sokkal jobban tetszik nekik. Nekem a jobb oldali valamiért jobban tetszik. Na, kíváncsi vagyok, melyik az, ami megnyeri. Bal oldali. Hát ez ilyen. Hűha. Na, ki ellen küzdjek? Na jó, egyértelmű. Hát itt nem fogok senkit átvenni. Nekem is a bal oldali tetszik a legjobban. Hűha. Na és itt? Ó! Azért kapom rendesen. Jaj, de jó amúgy, hogy tetszik a többieknek. Hát köszönöm szépen. Na hát, na jó, sejtettem. Jó, azért, mert neki kint van a hegye. Ne! Átszavaznak! No, legyőz! Második lettem. Nem baj, ez van. Ez van, de nagyon jó kör volt. Én nagyon elégedett vagyok. Köszönöm, velem tartottatok. Legyetek jók. Sziasztok!